A konvenció a felszín és a felszín alatti vizek megtartásáról szól. Már a hamarosan induló és majd közösen megvalósítandó Life Logos for Waters pályázat felkészülés jegyében. Fekete Csaba, Dr. Filvik Géza, Bakai Károly, Mincenti István és Pandur Gábor polgármesterek kézjegyével ellátott dokumentum a bátyám már sikeresen hasonló célból megvalósított, a belügyminisztérium által koordinált Live Micac projekt záróakordja, egyben a folytatás előkészítése, egyelőre anyagi források hozzárendelése nélkül. Bátyakösség önkormányzat 2016-ban a belügyminisztérium kezdeményezésére belépett ebbe a Live Micac projektbe, és ennek lezárásaként történik a mai együttműködési megállapodásnak az aláírása, amit egyfajta záróakkordként, mivel a november 30-ával meg is szűnik ez a Live projekt. Ennek lezárásaként fog ez most létrejönni. De nem csak ennek a lezárása, hanem az új Live Logosnak a kezdete is ez egyben, ami többfajta helyszínen, így a polgármesterek által érintett önkormányzatok helyszínein fog megvalósulni újabb vízmegtartó megoldás a következő 4 éves ciklusban, és most már mintegy vízgyűjtő szintre szeretnénk kiterjeszteni a vízmegtartásnak a prototípusait. Bátya kapott egy nagyon szép tározót, ami egyben egy rekreációs terület is, és egy vízes élőhely is. Ez az, amit ez a Live projekt adott nekünk. Mi ezt összekombináltuk avval a 4 ütemben megvalósuló csapadékvíz elvezetési projektekkel, ami valójában ide szállítja a csapadékvizet ebbe a tározóba. Ez nem csak ezt a produktumot jelentette, település marketingben rengeteget jelentett ez bátyának, illetve olyan szakmai anyagok birtokába kerültünk, ami a széles társadalommal, ha megosztjuk, nagyon nagy lépést tehetünk a klímaváltozás káros hatásainak a mérséklésére. Mint megtudtuk, az elvi együttműködési megállapodás mellékletét képezik az egyes településekre vonatkozó megvalósítási tanulmányok, ám ezekhez a forrás majd csak a sikeres pályázat indulásakor áll rendelkezésre. Mint említettem, kiterjeszteni vízgyűjtő szintre ezt a vízmegtartó megoldásokat. Itt érintett lesz Kalocsa város önkormányzata, Fogtőkösség önkormányzata, Drág Széldusnok, és lehet, hogy még ezen kívül is lesznek helyszínek. Nem tudjuk még pontosan a teljes vertikumot, de próbáljuk minél szélesebbre kitárni a kapukat, hogy kis léptékű megoldásokkal, de ugyanazt a célt szolgáljuk. Dr. Filvik Géza Kalocsa város polgármestere elismerését fejezte ki Fekete Csabának, és gratulált a bátyán a polgármester és munkatársai irányításával megvalósított Life Micac projekthez.